Első alkalommal, de hagyományteremtő céllal rendeztek megyei rendőr és tűzoltó napot. A házigazda szerepét ezúttal Bonyhád vállalta. Köszöntő beszédében Filóné Ferenc Ibolya polgármester azt emelte ki, hogy a helyi önkormányzat és a megyei fő, valamint a városi kapitányság között hosszú évek óta kiváló a kapcsolat és az együttműködés. Az elmúlt év őszén, valamikor novemberben kerestük fel főkapitány urat gyakorlatilag egy bemutatkozó látogatásra dr. Régi Csaba alpolgármester úrral és dr. Marcsek Sándor kapitányság vezető úrral, és ezen az első találkozáson már javaslatokkal érkeztünk főkapitány úrhoz. Többek között egy olyan gondolattal, egy olyan ötlettel, hogy teremtsünk közösen valamilyen hagyományt a megyei szinten a rendőrség és az önkormányzatok között. A város vezetésének újító szándéka pedig hamar termékeny talajra lelt. A rendőrség részéről ugyanis abszolút fogadókészek voltak az érintettek a megyei rendőr és tűzoltónap megszervezésére. Nagyon szépen köszönöm főkapitány úrnak, aki az első perctől a gondolat mellé állt és támogatta azt. Minden segítséget megkaptunk a főkapitányság részéről és személyesen főkapitány úrtól is, hogy a mai nap elérkezhessen és megrendezhessük ezt az eseményt. Én bízom benne, hogy ebből a kezdeményezésből a későbbiekben valóban hagyomány teremtődik, és a megye valamennyi kapitánysága rendelkező városában egy ilyen vetésforgószerűen majd megrendezésre kerül a későbbiekben. Minden kapcsolat, minden emberi kapcsolat nincsen csak úgy önmagában azért, hogy az működjön, egyre jobban működjön, tenni kell, ápolni kell azt, és maga az ötlet is innen ered, hogy ezt a egyébként jó kapcsolatot, ami hagyományosan megye szinten elmondható a rendőrség és az önkormányzatok viszonylatában, azt tovább tudjuk erősíteni. Ez a rendezvény ezt a célt hivatott elérni, bízom benne, hogy ez sikerülni fog. Ennek a sikernek a záloga nagyon pontos és alapos erőkészítő munka, amiben nagyon sokan részt vettek, mind a kapitányságok részéről, mind a művelődési központ munkatársai, a Bonikom Kft. Munkatársai és az önkormányzat részéről, a kollégáim is, jó magam is. Kapitány úr is személyesen vett részt a szervezésben, bízom benne, hogy jól sikerül, és mindenki jól fogja magát ma itt érezni Bonyhádon. A köszöntő beszédeket követően a megyei kapitányságok munkatársai vehettek át elismeréseket. Az év bonyhádi rendőre címet idén a helyi rendőrkapitányság címzetes őrnagya, Kucsera Renáta vehette át. A díjazott egy nem mindennapi gyerekkori emléknek köszönhetően lett később rendőr. Első körben édesapámhoz törtek be, és emiatt kellett lemennem hozzájuk, és akkor megtetszett a rendőri munka, illetve azt, amit ott láttam. Renáta később a gimnázium elvégzése után azonnal a rendőrtiszti főiskolára jelentkezett. Szakmai gyakorlatát már a bonyhádi rendőrkapitányságon végezte. A diploma megszerzése után pedig ugyanitt kezdett vizsgálóként dolgozni. 2015. április 1-től pedig már vizsgálati alosztályvezetőként dolgozik, sőt az utóbbi időben már bűnügyi osztályvezető helyettesként is helytáll, felettesei szerint kiválóan teljesít. Hiszek a szakmában, és hiszem, hogy ezzel segíthetünk az embereknek. A bonyhádi évrendőre díjat a város önkormányzatának képviselőtestülete ítéli oda a helyi kapitányságon dolgozó, kimagasló eredmény nyújtó rendőrnek. Filóné Ferenc Ibolya szerint különösen fontos, hogy ilyen módon ismerjék el azokat, akik hivatásuk során a közjóért, a közrendért dolgoznak. Hosszú évek óta létezik már ez a városi kitüntetés, mindig egy grénium javaslatára a testület határoz arról, hogy abban az évben kikapja ezt a kitüntető címet. Én azt gondolom, hogy a mai világban az a szó, hogy biztonság felértékelődött. Bármilyen területre gondolkodunk a biztonságról, ez fontos, legyen ez akár anyagi biztonság, akár pedig az életünk védelme, az a fajta védelem, amit a rendőrség tud nyújtani, és a polgárőrökkel kiegészítve a város lakóinak. Elmondhatjuk, hogy itt a városban rend van és nyugalom, ez köszönhető az ő munkájuknak is elsősorban, és az, hogy ezt elismerjük, szerintem mindentől kezdve természetes közös érdekünk mindnyájunknak, hogy ez így legyen hosszú éveken keresztül meg a városban. A bonyhádi évrendőre mellett még több mint 60 elismerést adtak át a helyi Vörös Marti Mihály Művelődési Központban. Az év Tolna megyei rendőre díjat idén ketten vehették át. Pakulár Károly, a szekszárdi rendőrkapitányság bűnügyi osztályvezetője, és Farner János, a Tolna megyei rendőr főkapitányság rendészeti igazgatóság közrendvédelmi osztályának kiemelt fő előadója. Szeretem azt, amit csinálom, anélkül nem csinálnám. Illetve mindig vannak újabb és újabb kihívások, amiknek az ember megfelel, akkor ez egy óriási öröm, hogy ő, mint a magánéletben is. Hát milyen érzés megkapni ennyi idő után?
mindenképpen jó. Tehát ez nem kérdés, örülök, hogy elismerik a munkám minőségét, hát a mennyiségét azt az adott, az nem kevés, de hát jó érzés, sőt nagyon jó. Szabó Csaba, Tolna megye rendőrfőkapitánya valamennyi munkatársának megköszönte az áldozatkész munkát, és kiemelte, hogy a rendőrnap az egész szakma előtti tisztelgés is egyben. A rendőrnap a mi ünnepünk, a rendőrnap egy olyan alkalom, amikor igenis kell, és szükséges a pihenés, szükséges az elismerések átadása, és szükséges az a feltöltődés, amit a mai nap mindannyiunk számára biztosít. A díjátadókat követően az egész napos programsorozata a Vörösmarty Mihály Művelődési Központ mögötti rendezvénytéren családi és kulturális programokkal folytatódott.